A műsor média partnere a Népszava. Jó estét kívánok! Kaszás Gergő, a mai vendége a Bota Cafénak, aki engem rendszerint lenyűgöz azzal, hogy elementáris a színpadi jelenlétet, tehát olyan energiákkal, meg belső erőkből játszik, amit én meglehetősen szeretek. Ugye gondolom tudják is, hogy a Katona József Színházba kezdett, aztán volt több minden, Eger, Bárka, most leginkább a szkénében látható, és gyerekkorában már a Magyar Rádióban is hallhattuk őt. Természetesen hívhatják, ahogy megszokták, kollégák már mutatják is a számot, 44 51 3 49, vagy skype.tv.fixhd, és ha mondják egy szerepét, vagy valami emléket róla, akkor most a Belvárosi Színházban vannak jegyeink, Száll a kakukk fészkére, Várj, míg sötét lesz című krimi vígjáték, ami már-már időnként horrorba csap, és Kovács Patricia a főszereplője, akivel Gergő meglehetősen sokat játszott, a Happy Ending című produkció és a Minden téváról. Ebben is van Kovács Patricia, de Hernádi Judit is, meg még annyi sokan. És akkor Kovács Gergő. Kaszás Gergő. Miket beszélek én itten? Na, bocsánat, de az elején jól mondtam. Abszolút, ugye? Igen. Na jó, akkor fog ez menni. Jó, figyelj ide, maradjunk ennél a rádiónál, ugye 10 éves voltál, igen. És bekerültél, és ott Kornis Mihály, aki akkor Kertész Mihály álnéven tartott gyerekeknek egy stúdiót. Hogy kerültél oda? Úgy kerültem oda, hogy közel volt az iskolánk a rádióhoz, a Magyar Rádióhoz. Én a Bakács téri zenei általános iskolába jártam, aha. És ott csak végig kellett menni a Rádai utcán utána, és akkor ott voltunk a Kálvin téren, onnan a rádió csak pár lépés. És azt hiszem, a közeli iskolákban mindenhova kiküldték, hogy ilyen ünnepségeken szavaló gyerekeket küldjenek el felvételire. Én nem nagyon szavaltam ünnepségeken, de a tanítónénim, a harmadikos tanítónénim, az valami miatt elküldött a felvételire, a Vörös Sándor bóbitáját mondtam. Arra emlékszem, arra, hogy nagyon izgultam, és arra, hogy utána ott felolvasták a nevemet, és akkor ilyen 21 páram, vagy 20 körül 20-unkat fölvettek, de ezek környékbeli iskolák voltak. De ez úgy nézett ki, hogy ott ült Kornis Mihály, még Kornis Mihály, meg pár rádiórendező, Varga Géza bácsi, és akkor ott el kellett mondani egy verset, és akkor az alapján, hogy gondolom, hogy kinek milyen hangja van, vagy nem, tehát olyan nagyon mélyen nem mentek ott bele. De mégiscsak lehet, hogy ott valami helyzetgyakorlatot is kellett, erre már nem emlékszem, mert ez már több mint 40 éve volt. És akkor fölvettek minket, a cél az volt, hogy elég sok rádiójáték készült ellentétben a mostani időszakkal, akkor nagyon sok rádiójáték készült, nagyon sok klasszikust, meg akkor készült irodalmat csináltak meg rádiójáték formában, és ehhez kellettek gyerekek. És valószínű azt gondolták, hogy valamennyire, hogyha ott megmutatják nekik, hogy milyen a mikrofon, és hogy egyszerűen ezt ebbe kis rutint szereznek, akkor könnyebb lesz velük gyerekekkel dolgozni. És aztán az Kornis Mihályon múlt, hogy ez nem csak egy ilyen technikai gyakorlás volt, hanem ott mai fejemmel tudom, hogy ő komoly mesterségórákat, színészmesterségórákat tartott. Tehát ott nekem 38 fokos lázban kellett égnem, és akkor... Mert ezt nem mindenki tudja róla, hogy ő egyébként színművészetit is végzett. Így van, ő rendező szakon végzett színművészetit, csak aztán ezt abba hagyta. És akkor ott velünk gyerekekkel foglalkozott, teljesen úgy, mint felnőttekkel. Ebbe az is beletartozott, hogy néha káromkodott, amikor ilyen nagyon furcsán néztünk, mert otthon ez nem volt, de néha elered belőle. És egy nagyon élvezetes, ez szombatonként volt, délutánonként, és aztán körülbelül egy évig csinálgattam én is a többiekkel ezt, és akkor elkezdtek kisebb szerepekre a rádióba hívni, és akinek szerencséje volt, vagy megfelelt, vagy úgy döntöttek, hogy ez működik, akkor azt... Csak ott milyen szerepeid voltak?
Ó, nagyon sok. Timur és csapatában voltam. Timur, Emil és detektívekben lettem volna Emil, de elkéstem a próbáról, és Kornis Mihály pedagógiai célból ott a többiek előtt átosztott valami kis szerepet adott nekem. Aha. És akkor mondtam, hogy de ez nem ér, hát én lettem volna, és mondta, hogy nem, de elkésni nem szabad, és akkor én ezt megtanultam. De hát ami aztán lemezen is megjelent, tehát a Hungaroton kiadta lemezen is, az Óza nagyvarázsló, abban voltam Totó, a kiskutya. Ezt nagyon sokan, akikkel mostanában találkozom, mondják, hogy és velem egyidősek, hogy gyerekkorukban ez nekik otthon ilyen meselemezként megvolt. Ez Hauman Péter, és nem is tudom, Bulla Elma, Szemes Mari, tehát nagyon, nagyon izgalmas, Gellei Kornél, mint Bádog. És akkor lehet azt mondani, hogy már itt valami elkezdett eldőlni? Egész sokáig nem, 8. koromig nem, én régész akartam lenni. Én elég jól tanultam, és régész akartam lenni. Ez egy olyan jó játék volt. Nagyon sok sikerélménnyel. Valahogy ez jól működött, én elég gyorsan olvastam akkor is, ezt 4-5 éves koromban megtanultam olvasni. Ez nem jelentett gondot. Ez mi az, hogy elég gyorsan? Hát úgy értem, hogy kaptam egy szöveget, és szinte blattolni tudtam mondjuk 10-12 éves koromban ott a rádióban. És azért akkor bocsánat, is... Bocsánat, szólok a kollégának, egy kicsit bealacik a telefon, amit még nem is kértünk, úgyhogy ezt kérem, hogy oldják meg, és aztán majd mindjárt be is adjuk, jó? Igen? Szóval, hogy egy kapott szöveget nem kellett sokat olvasnom ahhoz, hogy rádióképes legyen, ahogy én felolvasom. Ez azért számít, ez ilyen technikai dolgok számítanak. És ezt gondolom, akkor a szinkronizálásnál is számít, nem? Hogyne, hát hogyne. Igen. Aztán ez felnőtt korban, ez már kialakul az embernél, de mondjuk ilyen 10-11-12 évesen azért, igen, ez is egy szempont volt, hogy könnyen lehetett velem dolgozni. A másik meg gondolom, hogy tehát a színészek sem panaszkodtak. Páger Antallal dolgoztam együtt, Rutka Évával. Balázs Samuval, az elég értek. Sőt, volt még Sinkovics is, meg elég rengeteg minden volt, és akkor 8. Siklós Olga rendezte Szabó Magda Szigetkék. Szabó Magda Szigetkék című meséjének a rádióváltozatát, tehát egy rádiójátékot, amiben Kálmán György volt a macska, én kislány, Bordán Irén volt az anyukám, és nekem el kell sírnom magam a kórházban, és a könnyeimtől válik az a gyógyszer kék színűvé, és ettől gyógyul meg az anyukám. És ezt Kálmán György, aki egy macskát játszott, aki egy balesetet okozott, és ő ott volt velem a kórházban, és ő ezt a jelenetet végignézte, és utána lerakott egy 10 forintot. Ja, megbeszéltük, hogy aki bakizik, aki miatt újra kell kezdeni a felvételt, elrontja a szöveget, az 1 forintot lerak. És akkor a felvétel végén egy 10 forintos letett Kálmán György, és akkor így néztem rá, és azt mondta, hogy egész szép volt. És később kiderült, hogy a Siklós Olgának is mondta, hogy neki nagyon tetszik ahogy ez a srác itten csinálja. Akkor 14 éves voltam, és még nem mutáltam, tehát még gyerekhangom volt. És akkor kezdett el valahogy bennem, valahogy úgy állt össze a dolog, hogyha ezt úgy az emberek szeretik, én kedvemetlenem benne, akkor miért ne próbáljam meg ezt komolyan csinálni, és akkor már emiatt jelentkeztem a Madács gimnáziumba, ahol ilyen irodalmi drámai tagozat volt, ami aztán ott elég hamar befejeződött, de az már egy ilyen célirányos választás volt. No, akkor adjunk, nem is telefonáló, hanem Skype-oló, Kaszás Gergő, Bóta Gábor. Jó estét kívánok! Jó estét! Jó estét kívánok, Ulyás Éva vagyok, hallanak? Igen, halljuk. Igen. Már előtte is hallottuk. Jaj, bocsánat. Semmi gond. Igen? Akkor köszöntöm Önöket, nagyon örülök, hogy látom Kaszás Gergőt. Én nagyon-nagyon sok mindent tudnék mondani, amit láttam vele, de főleg ezeket a székely darabokat, és őszintén szóval már azt sem tudom, hogy melyiknek a címe, tudom, hogy a 3 bánya darab. Én is mindig összekeverem őket, ne bánkodj. Láttam a Pince Színházban, láttam a Szkénében, úgyhogy már nem tudom pontosan melyiket melyikben, meg sok mindent a stúdióká, igen, skától nem mondom el, de egyre szeretném emlékeztetni, hogy volt egy, ez már elég régen volt egy elég... bizarr, vagy mondjuk így, hogy merész darab, a Bábszínházban a Szád Márki, és ha igen, jól emlékszem, akkor talán az Alföldi rendezte, de minden abszolút a Alföldi rendezte. Igen? Igen, egy éjszakai előadás volt, hát meglehetősen bizarr volt, annak ellenére, hogy az ember tudja, hogy mit kap körülbelül, amikor Szád Márki történetet néz.
de minden esetre... És ő volt, ő volt véletlenül szád, ugye? Szád, igen. És udvaros daratjával voltak komoly dolgai. Igen? Igen, ilyen felfújt lufik, vagy ilyen testek voltak a többek között a partnerei. Szerintem nagyon-nagyon érdekes volt, ez egy nagyon nagy szerep volt, és nagyon emlékezetes, nem a feltétlenül a bizársága miatt, úgyhogy ehhez is gratulálok, és a mostani munkásságához is nagyon, és nagyon örülök, hogy most sokat lehet látni, mert amikor Egerben volt, akkor sajnos én nem láttam őt ott. Okay. De sok sikert kívánok neki. Nagyon szépen köszönöm. Én is köszönöm szépen, és természetesen jár a két jegy a... Majdnem azt mondtam, hogy a Bábszínházban, de nem, a Belvárosi Színházban, és várjuk az újabb telefonokat, és, vagy Skype-olókat. Jó, tehát akkor elkeveredtél felvételig, ahol, ha jól tudom, akkor jó nem vettek föl. Így van, de hát ennek igen, de hát ennek volt egy nagyon prózai oka is, méghozzá az, hogy én rövid nadrágban mentem felvételizni, térd nadrágban mentem felvételizni. Akkor... És az tilos? Vagy nem, micsoda, nem tilos. Vagy akkor nem tilos. Tiszteletlenség? Nem tilos. Micsoda? Nem tilos. Ehhez hozzájárult, hogy akkor körülbelül két hetente havonta borotválkoztam, és mondjuk először egyszerre felvételiztem Gesztesi Karcsival, nem is tudom, most mondjuk, ha őt említem. Hát ők egy szép nagy férfi emberek voltak, de nem, hát legalábbis szép nagy férfi emberek voltak, akik gondolom a felvételi bizottság is azt gondolta, hogy hát igen, ők belőlük majd színész lesz, hogy ebből a kisrácból majd mi lesz, azt nem tudjuk. Mondták, a harmadik fordulóig eljutottam, ez úgy reményt adott, hogy egyszer majd csak sikerül, de tényleg nagyon kölyök voltam én 18 évesen, meg aztán 19 évesen, és aztán végül harmadszorra vettek föl. Aminek valószínűleg sorsszerűen így kellett lennie, mert Zsámbéki Gábor és Székely Gábor szájába kerültem, és hát ez egy nagy áldás volt. Tehát többen emlékeznek úgy, hogy a főiskolai időszak az olyan gyötrelmes, én nekem egy nagy boldog felfedezés volt az egész négy év. Miközben hát velük azért kemény a munka, meg lehetősen. Hogyne, de hát de az... te szereted. Hát persze, főleg 18, én szerintem 18-20 évesen az ember ezt várja, de nem is okozott ez gondot, persze, bent töltöttük hajnaltól hajnalig, bent töltöttük az időt, próbáltunk állandóan, ők nagyon keményen. Arra például nagyon, hát nem is tudom, hogy volt-e olyan, hogy Székely Gábor úgy egy az egyben megdicsért. Tehát azt mondta, hogy ez így tökéletes. Azt mondta, hogy ez most egész jó. Ahol maga tart Gergő, vagy te tartasz Gergő, mert ővel a Csendőrpertúba voltunk, ő tegezett minket, mi magáztuk. Tényleg? Igen. Zsámbéki Gáborral pedig nem, mert egy tanár úr volt ő. Én őszhajú tanár úr volt, pedig még nem is volt 50 éves, és az valahogy olyan normális volt, hogy Székely Gábor tegezett minket, mi magáztuk, Zsámbéki Gáborral magázottunk. Aztán a legvégén az egész osztály letegeződött vele, nekem valahogy nem ment. Valahogy én annyira megszoktam ezt négy év alatt, hogy tanár úr, és a magázódást, hogy mi aztán majd napig. Én a Vitraival voltam így. Nem, van, ez ember nem tud ilyeneket. Mi magázoltunk az órákra, és a végén feltegeződtünk, és nem állt rá. És akkor ő volt, hogy ja, akkor maradjunk így. Így van. Én különben nagyon érdekes ez a magázódás, én nagyon szeretem. Tulajdonképpen játéknak indult, és most ez így maradt a feleségemmel, például magázódunk. De ez nem jelent semmiféle ilyen tartást. Nagyon közvetlen a viszonyunk, nagyon jól megvagyunk, csak megtenni, hogy idehozza a kávét, vagy a pohárbort. És akkor mondta, hogy persze. Szóval jó játéknak indult, és aztán valahogy így ragadt, és most olyan nagyon élvezzük mai napig mind a ketten. Ma van a házassági évfordulom. Különben. Na hát akkor gratula. Hányadik? Ez a harmadik, mert 48 éves koromig kibírtam, hogy nem nősülök, és akkor, hát ahogy ez szokott lenni, talál az ember egy olyan nőt, lányt, asszonyt, nőt, akinél úgy érzi, hogy na most ez meg a kor is már úgy van ilyenkor, így 40 fölött már, hogy akkor már másképp kezd értékelni az ember dolgokat, meg az, hogy engem elfogad valaki úgy, ahogy vagyok, bír velem lenni együtt, ez nagyon dicséretes, és te ezt egyébként valami ilyet mondtál egyébként azután már, hogy eljöttél a katonából, és hogy ott Zsámbéki Gábor nyilván beszélünk majd róla, hogy tehát eljöttél a katonával, és akkor azt mondtad, hogy hát elég lehetetlen ember, vagy te is, meg a Zsámbéki is. Ez mit jelent?
Azt, hogy ő lehetetlen, azt arra nem emlékszem, hogy mire mondtam. Inkább azt gondolhattam, hogy én különben szeretem az elfhű és igen, azt makacs is mondta, embereket. Igen, azt szeretem. És azt ő egy makacs ember volt. Igen. Tehát amikor ez a konfliktus kialakult, azt tudtam magamról, hogy én is úgy le tudom szúrni a karót, és akkor innen most nem, de azt is tudtam, hogy ő is így le tudja szúrni a karót, és tulajdonképpen egy olyan konfliktus lett az oka annak, hogy én aztán eljöttem a katonából, amit elképzelhető, hogy mai fejjel, vagy más alkattal, tulajdonképpen ezt meg lehetett volna biztos oldani. Tehát így értettem talán őt, mert... Saját magadra? Hát velem nagyon nehéz. Mert? Hát mert én engem nem lehet, ha egyrészt halak jegyű vagyok, akkor az úgy kicsúszik, ezt szokták mondani, kínaiban kígyó vagyok, és valahogy így van ez, hogyha engem így megfognak, akár rendezők, akár magánéletben, akár bárhol, azt én nehezen viselem. Akkor addig, és nem, hogy mondjam, nem kezdek el csapkodni és vagdalkozni, hanem valahogy addig nem bírom ki, amíg ki nem csúszom a szorításból. Úgyhogy ezért magánéletben elég nehéz velem lenni, miközben én szerintem egy normális ember vagyok, meg nem vagyok egy szörnyeteg, de tehát egyedül létre van szükségem sokszor, nehezen viselem, hogyha szorítanak, és... Hát azt tudom, ugye nagyon fiatalon, pont Zsámbéki Gábortól megkaptad a Hamletet. Egyébként furi módon ugye ugyanúgy, hogy ahogy az, aki játszotta, tehát eredetileg Ternyák Zoltán, igen, ugye, az is kikerült. Most nyilván nem megyünk bele, hogy a produkcióból. És akkor te átvetted, de nem egy sima beugrás, hanem volt egy hónapnyi. Így van. Volt egy hónapnyi. Így van, egy próbád. Hónap volt, illetve hogy akkor levette műsorról, Zsámbéki Gábor levette a Hamletet műsorról, és másfél év eltelt. Tehát nem is az volt, hogy akkor beugrás, hanem eltelt másfél év, és egyszer csak jött a gondolat, tulajdonképpen egy év után azt mondta, hogy mégiscsak elővenni, és akkor csináljuk meg. Na, hogy azért és át is rendezte. Más szerepváltozások is voltak benne. Arra jutott eszembe, hogy magányra van szükséged, hogy akkor emlékszem, akkor csináltam én veled interjút. Először, és akkor azt is mondtad, hogy el is költöztél otthonról, vagy másfél hónapra, hogy te meg lefogytál 6 kilót. Azt Zsámbéki Gábor kérte. Igen? Igen. Igen, igen, igen. A gondolat miatt volt, én akkor is ilyesmi voltam, mint most ilyen 70 kiló körül, de akkor 63 kilóra lefogytam. Ő kérte, hogy egészen betegesen sovány legyek. Hogy annyira, egy nagyon jó gondolata volt a Hamletre, ez, hogy egy égő szellemű és égő lelkű fiatalember, aki fizikailag képtelenség, hogy ezt a fennálló dán uralkodói rendszert valahogy megdöntse. És mellette van egy nagyon egészséges Horáció, és akkor ehhez kérte, hogy látszódjanak ki a bordáim, tehát egy ilyen vékony, magát emésztő figurának képzelte. Na, hogy akkor igen, elkötöztél otthonra, és mit csináltál egyébként? Tehát, hogy azt tudom, hogy nem is feltétlenül a Hamletet olvasgattad agyba. Nem főbe, olvasgattam, de hát az ember... Mert az magadba? De kedves Gábor, a színész az nem attól, nem úgy készül a szerepére, hogy olvasgatja a szerepét, hanem meg tudja, hogy mi van, és akkor onnan kezdve mindenféle konkrét és nem konkrét helyzetekkel arra azt az embert próbálja magában megtalálni, és mindenre 4 hét volt. Akkor megbeszéltük Zsámbéki Gáborral, hogy egy teljes próbaidőszakot nem érdemes, tehát 6-7 hetet nem érdemes próbálni ezt. A többiek nagy részének ez a szerep megvolt már. 4 hét. Akkor előre megtanultam nagyjából a szöveget, és hát néha esténként is próbáltunk, akkor, amikor én ráértem, de különben nagyon sokat voltam. Egyedül foglalkoztam azzal, hogy lefogyjak, tehát hogy gyümölcs, tehát azért akkor nehéz volt gyümölccentrifugában gyümölcsleveket készíteni egyfolytában, és akkor nem nagyon ettem más, csak gyümölcsöt ettem, és gyümölcsleveket ittam. És hát egyfolytában ezen járt az agyam. Nem, nagyon keveset vettem elő a példányt, azon járt az agyam, hogy van Hamlet. És egyrészt a feladat súlya, azt gondoltam, hogy semmi más ne vegye el a figyelmemet. Ez olyan, tudom, mint amikor... más melót is nem mondta. Igen. Ez olyan, mint amikor edzőtáborba vonul egy sportoló, ugyanazt az edzésmunkát végzi, csak nincs a megszokott OTP, meg ismerősök, meg rokonok, meg nem tudom ki, meg számlabefizetés, hanem csak ez van. Egy rokonunknak volt egy üres lakása, és akkor oda költöztem egy pici lakásban.
És akkor tudtam, hogy nekem 4 hét múlva itt Hamletnek kell lennem, mindehhez voltam 28 éves. És hát nagyon, hogy ez nagyon komoly koncentrációt igényel, és akkor tulajdonképpen erre a koncentrációra készültem fel 4 hét alatt egy lakásban. Érdekes módon az jót tett, hogy egyedül voltam, ehhez a szerephez kifejezetten jót tett. Az, hogy egyedül voltam, amikor gondok voltak, akkor sem hívtam föl mást. Jó volt, jó időszak volt. És akkor tényleg úgy van ez, ilyenkor, mint a bányász, tehát a csillét be, és akkor azzal még nincs meg, hogy kibányáztam a dolgot, beleraktam a csillébe, azt még föl is kell tolni a napfényre, úgyhogy ez kemény idegrendszeri és tulajdonképpen fizikai meló is volt 4 hét alatt ezt valahogy összerakni. Köszönöm a telefonáló türelmét, jó estét! Jó, sok szeretettel köszöntöm Önöket, és én mondanám a dühöngő ifjúságot a színész úrtól, és ugyanakkor nagyon sok szinkronban is részt vett, többek között a partban Leonardo DiCaprio-t szinkronizálta, és a popcsajok stb. Be is szinkronizált, nagyon kellemes hangja van, akkor a film szerepeiből meg a teljes napfogyatkozást mondanám. Sőt, hát az nem is csak filmszerep, az, akkor mindjárt beszélünk róla. Köszönöm szépen. Köszönöm, és sok sikert. Jár a 2 jegy a belvárosiba, és várjuk az újabb telefont vagy Skype-ot. Hát a teljes napfogyaszkodás meg főiskolás voltál. Így van. És az tulajdonképpen én onnan emlékszem rád. Hát minden, tehát, szinte mindenki. Igen. Már úgy értem, hogy a szakmában igen, is. És, tehát az egy elképesztő kiugrás volt, egy fantasztikus előadás, tehát ott az idegrendszereteket meg a zsigereiteket tették te ki a színpadra, Balkai Géza volt a partnered. És ugye Balikó Tamás rendezte. Ez az ő vizsgarendezése volt, igen, az Audrey. És akkor például úgy nézett ki, hogy ő egy elképesztő rendező zseni lesz. Igen. Igen, aztán hát most már nem lesz. Sajnos. Hát, igen. Ahogy jött igen. Ez egész megdöbbentő volt, amikor ezt megtudtam tavaly, 2 év, nem is tudom. Annyira összecsúsznak ezek, hogy olyan, mintha tegnap még találkoztunk volna. Szóval sajnos meghalt, de... Tény, hogy az egy hogy fogalmazzak, tulajdonképpen egy hatalmas szerencse volt, hogy engem harmadéves, ez másodéves főiskolás korom utáni nyáron egyszer csak odajött a Balikó Tamás, aki akkor rendező szakra járt posztgraduálisan a főiskolára, tehát ő végzett színész volt már is, és akkor nyáron megkeresett, hogy nincs-e kedvem a vizsgájában szerepelni. Láttam az előző vizsgájukat, az Egerek és Embereket, és nagyon tetszett nekem, és mondtam, hogy de, van kedvem. És akkor ki legyen mutatta a darabot, nagyon tetszett, izgalmas volt, a témája is izgalmas volt, azért 1988-89-ben két író barátságát, amik picit szerelembe is fordul, ezt ábrázolni magyar színpadon, ez akkor elég meglepő volt, ma nem lenne már ez olyan nagyon meglepő. És akkor beszélgettünk arról, illetve ő kérdezte az én véleményemet is, hogy ki legyen. És én a Nemzeti Stúdiós voltam akkor, amikor Balkai Géza Lucifert játszott az Ember tragédiájában. A Bubik Pista volt Ádám, és Géza volt Lucifer, nagyon fiatalon, Vámos László rendezte. És az amellett, hogy mi Nemzeti Stúdiósként ott abban statisztáltunk, és ezért rüheltük az egészet, hogy állandóan át kell öltözni benne, meg minden színbe más, alig bírtunk figyelni arra, hogy mi történik, az nagyon megfogott, hogy Géza elképesztő, éles és pontos volt. És ezt olyan nagyon izgalmas volt hallani. És akkor mondott neveket, azt hiszem, a Tamás, Balikó, és akkor mondtam, hogy hát mondjuk Gézát én nagyon szerettem. És akkor elmentünk, felhívtuk, elmentünk a lakásra, akkor édesanyjával lakott éppen, elmentünk a lakásra mellett egy sörözőbe, beszélgettünk, és akkor Géza elvállalta, és hát roppant boldog voltam. És akkor éjszakánként tudtunk csak próbálni, mert hogy akkor már mentem gyakorlatra a katonában, meg a Géza is nagyon sokat játszott a katonában, meg máshonnan is voltak benne emberek. És akkor úgy éreztük közben is, hogy ebből lehet valami, de azt, hogy ennyire jól fogjuk érezni magunkat benne, és ennyire működni fog az előadás. Ki is hozták a főiskolára a játékszínbe, ha jól emlékszem. Igen, ugye? Volt rá egy ilyen szűkített jogdíj, hogy azt hiszem 10-valahány előadásra meg tudta venni Berényi Gábor, akkor ő volt a játékszín igazgatója, és akkor játszottuk 12 vagy 16 előadást a játékszínbe következő évadban, és aztán készült belőle egy tévéfelvétel is, de nem közönséggel, hanem 3 nap alatt ott fönn a színpadon, de eleve Horesnyi Balázs úgy csinálta meg a díszletet, hogy
hogy picit ilyen filmes vágások, olyan volt az egész díszlet, hogy az egyik sarkában volt jelzésszerűen egy szoba, a másik sarokban, és akkor az egész színpadon sötétség volt, és csak abban a sarokban, akkor utána lement ott a fény, és följött egy másik, akkor egy bírósági tárgyaláson vagyunk, és ezt nagyon jól meg lehetett csinálni tévéjátékszerűen. Márton Pisti vette föl, és tulajdonképpen egy elég érvényes tévéjáték készült belőle, tulajdonképpen a színházi előadásból, igen. És azt elég sokan látták, azt emlékszem. Na, és hát ugye te ott voltál a katonába, és nagyon sokat játszottál, tehát lehet, hogy nem? Sokat és jó, inkább én olyan nagyon, például nem játszottam én annyit, mint Egerben, mert hogy nem, annyit nem lehet, de fontosakat és nagyon jókor és nagyon izgalmas és nagyon jó szerepeket. Nagyon jó időszak volt ez a tulajdonképpen a gyakorlat 2 év volt, és már harmadéves gyakorlaton is már a Vízkeresztben a Bohócot játszottam. Aztán ez a harmadév, negyedév, és utána még 4 évet voltam ott. Mm. És akkor... Szerencsém volt szintén, megint azt mondom, mert belekerültem, amikor Halász Péter hazajött, akkor belekerültem az ő rögtön első rendezésébe a kínaiban, ami olyan nagyon izgalmas, nagyon másfajta. Ami egész más, mint ez a realista színjátszás, amit itthon De hát az, hogy ennyire fiatalon, tehát még főiskolásként az eleje teljében levő Katona József Színházban Udvaros Dorottyával, Básti Julival, Szirtes Ágival, Benedek Miklóssal, Sinkó Lászlóval, Rajhon Ádám. Elképesztő társaság volt, és elképesztő szakmai színvonal, és elképesztő munkamorál, amit azóta is nagyon kevés helyen tapasztaltam. Egyre fájóbban mondom ezt, de én ezt szoktam meg. És ez egy fantasztikus lehetőség volt, és egy mint a szivacs úgy voltunk ott, emlékszem, Stoll Andrissal, Söptei Andreával, Bertalan Ágival, Gazdag Tibivel, tényleg mint a szivacs úgy szívtuk magunkba, hogy egyrészt azok a rendezők, akik ott rendeztek, azok a gondolatok, amik mentén rendeztek, másrészt az a fantasztikus színészi gárda, szóval egy nagyon jó hely volt. Újabb telefon, jó estén! Jó estét kívánok, szeretettel üdvözlöm Önöket, Gyülink Árpádné vagyok. Én nem tudom, művész úr, jól emlékszem-e, hogy valahol olvashattam én azt, hogy ön mint tenyésztő, tehát lótenyésztő. Aha, bizony. Itt leszünk a... És a Panca nevű, Naná nevű lovával pályacsúcsa győzött. A lova nem ön, hanem a lova. Hát együtt, ezt együtt csinálják. Ön volt a ló? Nem én ültem a ló mögött, nem egy hivatásos egyfolyó. De van egyébként, előfordul, nem néha gyakran. Néha szilveszterenként szoktam hajtani, igen. Uh-huh. Igen. És de akkor való. Mondanám a fej nélküli holttestet. Igen, ez egy nem régi bemutató a Pince Színházban, igen. Megréfelé. Az első Erzsébet. Így van. Köszönöm, az meg az kéne be. Köszönöm szépen. További sok sikert. Nagyon szépen köszönöm. És természetesen jár a 2 jegy. Első Erzsébetben egyébként vannak képeink, azt akkor akár mindjárt meg is mutathatjuk. Miközben lassan itt vagyunk, hogy miért is jöttél el. Miért is jöttél el a katonából, mert most így ez adjuk be talán a képeket, hogy ne közbe kezdjük, igen, már itten, igen. Itt ugye Fodor Tamás is nőtt. Igen, ő első Erzsébet, én pedig Medici Katalin, igen. Francia királynő, királyné szerepében itt bohóckodom éppen. Igen. Jó, akkor nagyja, azt hiszem ennyi is volt. Szóval, hogy azt akkor sokan nem értették ezt az egész történetet. Tehát volt akkor, ha jól emlékszem, 8 szereped a katonával, és próbáltad a fösvényt éppen. Tehát akkor kezdtük, tulajdonképpen még nem próbáltam, igen. Az olvasó próbán túl voltunk. Igen. Tehát az lett volna a 9. És akkor ugye jött az, hogy te Kaposvárot lótenyésztést tanulsz. És akkor volt ez a dilemma, hogy egy ideig talán összeegyeztethető volt, mert levelezőn, hogy akkor csak heti 2 vagy 1 vagy hány napot kellett lejárni, és akkor egyszerre csak ugye nem engedtek el a próbáról, és akkor kirobbant egy konfliktus, hogy akkor most válasz, és akkor te azt mondtad, hogy lótenyésztés. És ezt senki nem értette. Hogy ez akkor miért annyira fontos, meg miért? Tehát
Hát most mondhatnám azt, hogy ha nem választottam volna, akkor nem vettem volna meg azt a svéd kancert, amit megvettem 1996-ban. Ha nem én vettem volna, más nem figyelt volna valószínűleg annyira rá, és akkor most nem lenne az a ló, amelyik a magyar ügető pályán tartja a 3 éves korosztályos pályarekordot azóta is, és nem nyert volna a derbit. Na. Szóval, okay, szóval csak elmentem, ezzel szembeállítható az, igen, hogy ha a katonában maradsz... De akkor még folytatom. Akkor még folytatom. Ha ez nem történt volna, most azt abba most ne lehet, hogy később belemegyünk, hogy ez, hogy én minek gondolom ezt, vagy hogy történt, de ha ez nem lett volna, akkor nem lettem volna a Bárkának alapító tagja. Valószínű nem jutottam volna ki Németországban egy 9 országból 14 színész által összehozott Szent Iváni Jálom előadásban nem lett volna szerepem, ahol Mucsi Zolival, Kapával együtt mentünk ki, 90, ahova Zsámbéki Gábor ajánlott különben. Ezt, hogyha katonában vagyok, nem lehetett volna megtenni. Valószínű akkor nem lett volna a Bárka, nem robbant volna fel így, valószínű akkor nem mentem volna el Csizi második évadjától, Csizmadia Tibor második évadjától Egerbe, ahol végül is 9. Minden évben úgy volt, hogy na most ez az utolsó, és 9 évig maradtam ott, mert annyira nagyon izgalmas. Nagyon jó színház volt, és igen, ott nagyon jó ezekben, játszott. Ezekben nem, ezek nem jöttek volna szembe. Igen, de akkor én... Valami más jött, lett volna valami más. Mondom a másik részét, igen. Tehát lehet, hogyha a katonában maradsz, akkor most Hollywoodban akkor vagyok színész, nem. Azt gondolod? Vagy amerikai filmben? Nem, de jobban országosan ismert színész vagy. És ez mit nem jelentene? Ez anyagi elismertséget jelentene, vagy... Lehet, hogy ez a nagy kérdés. Lehet, hogy sokkal több filmbe belekerülsz, sőt, még azt is mondom... Ez szomorú, hogyha a filmesek ez alapján döntenek, hát de... Hát igen, mert annyit nem járnak Egerbe, tehát aki hívhatna, az nem látott abban, aminek alapján igen, hívott elképzelhető volna. Igen, tehát, igen, hogy igen. Sőt, még azt is megkockáztatom, most lehet, hogy ezt ilyet még nem mondott neked senki, ha a katonában maradsz, lehet, hogy te már egy Kossuth Díjas színész vagy. Kossuth Díjas semmiképpen nem lennék, mert azért 2010-ben én még csak 45 éves voltam, és azért 45 éves kor előtt nem igen adnak Kossuth Díjat. Hát de most már nem, hát ha azóta a katonában vagy, akkor már nem 45 éves lennél. Na de 2010 óta nehéz, azért nézzünk körül, hogy ki az, aki... Ja, aki a katonából, már a katonából igen, nehéz. Nehéz. Jó, értem, tehát most bejött a politika, jó, igen, tiszta, igen, világos. Igen. És hát, igen, az elképzelhető, hogy például kritikusok díját kaptam volna egyet-egyet talán, mondjuk például, amit te nagyon szerettél, a Párna ember, azt talán többen megnézték volna, és nem is én, hanem talán maga az előadás nagyobb vízhangja lett volna a kritikusok körében, ha azt többen látják, nem mindenki jött el Egerbe, vagy nem mindenki nézte meg, amikor itt volt a vidéki színházak találkozója. Ez veszett jó volt, tehát ez egy teljes őrület. Úgyhogy, de hát közben meg... Jó, tehát magyarul, jó, de igazából nem választottál arra, hogy miért volt neked, tehát miért volt nektek neked ennyire fontosak a lovak? Vagy miért nem lehetett itt Pesten egy kancát, tehát miért kellett ehhez neked lótenyésztést is tanulni? Hát mert tehát én ezt nem értem. Mert azt éreztem, hogy mindenhol, mindenhol mindig és minden pillanatban csak a színházról beszélgetek már, olyan emberekkel is, mondjuk a családomban, akiknek a színházhoz igazán sok közük nincs. Olyan, elkezdtem ilyen csőlátással bele zuhanni ebbe a dologba. És miután én engem azért... Szóval ez de a színház közben felüleli az egész élet. Fel, de muszáj kikapcsolni. Szóval azt, amit mondtál az elején, ez nagyon hízelgő, és nagyon köszönöm, ha így látod, és nagyon örülök neki, hogyha így van, hogy én tényleg belecsúszom abba, amit csinálok, és az idegrendszerem tényleg dolgozik, amikor én próbálok, és amikor játszom, akkor is, ezt azért büntetlenül nehéz. Mindig ezt csinálni. Kell belőle valami. Erre mondta Zsámbéki Gábor, hogy persze, vannak, barkácsolnak néhányan, meg mert nem te bélyeget gyűjtenek, tehát kell valami kikapcsolódás. De én nem csak ilyet, mert én ebben is valami alkotást láttam. Először csak azt tudtam, hogy miután én 13 éves koromban megtanultam lovagolni családi okok miatt, ezért nagyon kell újra kell a ló, kellenek azok az emberek, akik lóval foglalkoznak, kellenek... Mert azok milyenek? Mert azok nem olyanok, mint a színházi emberek. És akkor ennyi, tényleg. Ott az fogja eldönteni, hogy
hogy tudom a pata szerkezetét, és tudom-e, hogy hol van a patanyír. És ha nem tudom, hol van a patanyír, akkor hiába játszottam én Hamletet. Tudom, hogy mi az a patanyír. Na ez az, igen, ezt mondom. Tehát a patán belül a patanyír, ami ott hátul van egy ilyen kis nyílalakú, pedig nyír, egy nyílalakú kis része a patának, hogyha én ezt nem tudom, akár a suliban, tehát lovas emberek között, vagy lóval foglalkozó emberek között, akkor én hiába játszottam Hamletet, vagy hiába ment nekem Jászai Mari díjam, ami jó, az később lett, de akkor én senki vagyok. Mit keresek itt? És egy új környezetben, erről tanulva, mert ezért ez a levelező szak, ez azt jelentette, hogy lementünk havonta egyszer, hétfőtől péntekig lent voltam én Kaposváron. És akkor találkoztam emberekkel, akikkel nagyon élveztem, hogy más témáról beszélgetünk. És nagyon élveztem azt is, hogy nekik a 80%-uk nem tudta, hogy én ki vagyok. És el kellett fogadtatnom magam, és sikerült, és beszélgettünk erről arról, és nagyon élveztem ezt a dolgot. Te jobb színész is lettél egyébként? Én szerintem igen. Attól, hogy nem közvetlenül, közvetve igen. Most ezt így nem értem. Tehát nem tudom azt mondani, hogy azért, mert a lóval való foglalkozást itt és ott használom a színészete, nem. Az, hogy tulajdonképpen az egészből kikerültem, amit nem én akartam kikerülni, ebből így alakult, tehát Zsámbéki Gáborról ez odáig fajult ez a vita, hogy akkor azt mondta, hogy akkor ha én azt mondom, hogy felmondok, akkor tessék, tegyem meg, és akkor megtettem, felmondtam, és eljöttem a színházból. Akkor egy ideig nem volt munkám, de ez nagyon jó volt arra, hogy az addigi dolgok leülepedjenek. Így értem ezt. Az, hogy elkezdtem valami mással foglalkozni viszonylag rendszeresen, ettől más szemszögből kezdtem el nézni azt, hogy mit csinálok. Másképp lett fontos. Az, amikor a második csikója megszületett a kancámnak, és kapott egy savos patairhagyulladást, ugyanazt, mint amiben az overdose-nak is volt betegsége, és ott kellett dönteni hirtelen, hogy mi legyen, és egy tanyáról föl kellett vinni valahogy az állatorvosi egyetemre, ott volt alatta az a másfél napos csikó, és akkor kiderült, hogy ez egy hosszantartó dolog lesz, és nekem naponta be kell járnom az állatorvosi egyetemre, és eleinte naponta 5-6-szor általam kevert ilyen csikótejporból csikótejet kell ott összekeverni, és ezt valahogy beadni, odaadni ennek a lónak, akkor úgy rájöttem arra, hogy vannak más fontos dolgok is. Amikor úgy nézett ez a csikó, és akkor mivel az anyja beteg volt, és akkor a dokikat állandóan megfordult, és hatalmasakat rúgott bele a dokikba, de kicsi csikó. És akkor gondolkodtam, hogy de hát hogy tanítom én meg neki, az anyja nem tudja, mert nagyon beteg, meg kéne neki tanítani valahogy, hogy rúgdosni nem szabad. Hogy csinálják ezt a ménesben a többi ló, hogy csinálja? Úgy csinálja, hogy ott a nagyobbak úgy megfegyelmezik, de te hogy fegyelmezze? Meg gondoltam, jó, amikor rúg egyet, akkor én is fenékbe rúgom. Fenékbe rúgtam, arrébb ment, nézett, hogy most mit csinált, és akkor valahogyan tehát el kellett kezdeni egy lóval, egy kicsi csikóval kommunikálni. És ezek nagyon izgalmasak voltak, és nagyon más jellegűek voltak, mint a színházi kommunikációim. Uh-huh. Nem tudom, valamennyire érthető? Valamennyire, és úgy, igen. És úgy elkezdtem rálátni, ráadásul én nem szeretek sokat dolgozni. Sokan mondják, hogy egyik helyről a másikra szaladok, meg ki nem látszom a munkából, én nem szeretek. Most van 8 előadás, vagy 9 előadás van most a fejemben, annyit játszom, viszonylag ritkán ugyan, de ezek mennek, és ezek nagyok. A Rosenkranz és Guildenstern az nagyon-nagyon sok szöveg. Arról is van képünk. Igen. Tehát lassan-lassan tényleg azt érzem, hogy betelik a fejem. Most egy darabig nem vállaltam újabbat, azért, mert ez nem szórakoztató ipar, azt érzem. Hanem itt. Nézzük akkor a Rosenkranzot. Sőt, akkor igen, itten van. Nagy Pál Gáborral. Ugye ez a Hamletnek két mellékfigurája, és ennek alapján itt Tom Stoppard egy darabot, őket helyezve a középpontba. Ez egy komikus és tragikus előadás, így meglehetősen vegyesen. És mutassuk még, ami képeink vannak, mert már megyünk ki nagyon az időből, és aztán adunk. Amiről szó esett, ez a bányatrilógiák, a bányavirág, bányavakság, bányavíz, és a bányavakság, a középső, azt hiszem arról van, arról van három kép, amit az Kéné Színházban. Arról vannak képeink. Játszunk, igen, ez a bányavakság. És ugye mindjárt beszélünk, hogy az volt Bozó Andi. Bozó Andreával.
Tóth József. És Epres Attila. Igen, igen. Jó. És akkor most telefon. Jó estét kívánok. Szép estét kívánok az uraknak. Köszönöm. Mária vagyok, Budapestről telefonálok. Igen. És én amit láttam önnel, az a szép ernyőnek a lila akáca. Ugye jól emlékszem? Jó, még a bárkában. Jó, igen. Igen, az még a bárkába ment, igen. És még láttam az éjjeli menedékhelybe, Gorkinak az éjjeli menedékhelyébe, ott mintha egy bárót játszott volna, hogyha nem csal a képzetem. Rákérdeznék még egy másik dologra. Igen, ugye ön volt a Capriónak a hangja, Leonardo DiCapriónak, ami volt a Romeo és Júlia című igen. darab, szinkron hangja. Igen. Ah, igen. Az nagyon jó, akkor eltaláltam. Igen. Köszönjük szépen, és akkor természetesen jár a... Szép estét, és további sok sikert kívánok. Nagyon szépen. Önnek is szép estét. Köszönöm. Jár a két jegy. Várjuk még. Igen, az éjjeli menedéke, az Máté Gábor rendezte Egerben, egy nagyon izgalmas előadás volt, és abban valóban a bárót játszottam. Az egy nagyon, nagyon erősen a mai hajléktalanok életéről szólt, egy izgalmas előadás volt. Na, ha már itt vagyunk Egerben, várjuk természetesen a telefon, tehát hogy ugye volt egy, amit talán legtöbbször játszatok Egerben, a valahol Európában. Így van. Az egy kisvidéki városban, én nem tudom, az nagyon rekordnak számított. 70 fölötti igen. előadás szám, az ott nagyon soknak számított, mindezt másfél-két év alatt. Tehát... Igen, és akkor te voltál benne az úgynevezett hosszú nevű figura. És egy nagyon, tehát ebbe, amit a Felkovban mondtam, hogy elementáris jelenlét, hát ebbe aztán most ezt látni fogjuk. Sajnos a hang elég gyenge minőségű, úgyhogy... Ez egy régi felvétel, nagyon is van. Régi, azt bocsássák meg, de az erős színészi jelenlét azért az látszani fog. Na, akkor nézzük. Egy ilyen után egyébként neked kell levezetési, tehát ugye itt eljutsz a teljes önkívületig. Tehát de azért ez szerencsére szerkezés nagyon-nagyon ért a színházhoz is, úgyhogy ez a vége felé van már. Ez a igen. dal. Utána már nagyon sokat nem kell a színpadon lenni. De ez elég kimerítő. Szóval, dolog, hogy utána te kijössz az öltözőből, és már magadnál vagy ez hogy szokott kinézni? Hát a tapsrend után, ez úgy nézett ki, akkor a tapsrend után én bementem a büfébe, kértem két üveg sört, a Mészáros Mátéval öltöztem együtt, aki ebben látszott a ficsúrt, is, ficsúrt, igen, látszott, a ficsúrt játszotta, és akkor általában fölvittem, és akkor letettem az öltözőasztalra, kicsit ott száradtunk, meg lezuhanyoztunk, és akkor utána megittunk egy-egy üveg sört, és akkor utána még ott az öltözőben fél óráig beszélgettünk, aztán lenne a büfében még tovább. Persze, ilyenkor az idegrendszer azért lassan megy le. Néha mondtam a Mészáros Máténak, hogy esetleg neki is eszébe juthatna egyszer, ugyanúgy a tapsend után fölhozni két sört, de hát ez az én szerepem maradt. Igen. Na akkor most viszont nekem eszembe jutott, hogy na egyszer nem várakoztatjuk meg a telefonálót, most akkor adjuk gyorsan, jó? Jó estét kívánok, Barát Tiborné vagyok Gazdagrétről. Én inkább filmekben láttam a művész urat, például a Kisvárosba vagy a Zimmer Feribe. Ez igen. Erre emlékszem, vagy például a Taxidermia.
Igen, a taxidermiában az, ott csak hallani tetszett, mert ja. A taxidermiában azt a nagyon szőke német színészt, akinek soha mindig elfelejtem a nevét, őt szinkronizáltam benne. Ja, igen. De a Zimmerfeld, igen, így van, és a Kisvárosban is pár epizódban. Igen. Különböző rossz fiúkat játszottam, igen. További sok sikert kívánok. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen, viszont hallásra. Ugye ez az Eger, ez olyan volt, hogy tényleg összejött ott egy csapat. És olyan szabadon dolgoztatok, és lehetett, én párszor ugye voltam lenn, hogy akár ott is aludtam, és több előadást megnéztem, meg beszagoltam ott a színésztársalgóval, és úgy érezhető volt, hogy ti ott, ugye vannak ott más típusú színészek, akikkel nem biztos, hogy annyira kijöttek, de hogy mégiscsak van a dolognak egy magja, és egy felszabadult, hát alkotó légkör. Így van. Én azt gondolom, hogy ez megint csak szerencsének nevezhetem. Az, hogy Csizmadia Tibor neve garancia volt, én nagyon régről ismertem őt. Ő volt az igazgató, aki esetleg nem tudná. Én nagyon régről ismertem őt, még egészen kisgyerekként az ő vizsgarendezésében én játszottam az Audrey színpadon, Brecht Városok sűrűjében című darabjában, 16 évesen. Tényleg? Igen. Mi onnan ismerjük egymást. És akkor majdnem leszerződtem Szolnokra, de aztán inkább a Nemzeti Színház stúdiójába mentem, mikor nem vettek föl. De soha nem dolgoztunk. Mert akkor ő meg Szolnokon, akkor meg Szolnokon volt éppen, igazgató, igen. Vagy nem, művészeti vezető igen. Talán, vagy főrendező. És akkor én eljöttem a Bárkából, éppen szabad voltam, akkor többen jöttünk el a Bárkából 2001-ben. Az egy csúnya el, mondjuk azt, hogy... Igen. Talán nem az eljövetel volt csúnya, hanem amikor... Hát az olyan elég hirtelen volt, igen. Tehát de föl is szólítottad többet magaddal az igazgatót, hogy mondjon le. Hát volt egy többen. Hát volt egy ilyen kis konfliktus, igen. Nem is volt az kicsi. Nem volt kicsi. A vége az lett, hogy ott hogy ti jöttetek el. 11-2 tagú társulatból 8-an eljöttünk. Ez egy kis társulat volt akkor. És akkor szabad voltam, és eltelt egy év, és akkor azzal indult, hogy a nyáron a Csizmadia Tibor megkérdezte, hogy nincs-e kedvem a nyáron ott a Goldoni kávéházat rendezés, és abban játszani. Mondtam, dehogy is nem. És lent voltam, és akkor beszélgettünk, és azt mondta, hogy nincs-e kedvem leszerződni. Megbeszéltük, hogy ez neki miért lenne jó, azért, mert hogyha én tag vagyok, akkor még tud vendéget hívni, tehát megmarad neki a lehetőség, hogy még vendégként még mást is hívjon. Nekem meg azért lenne jó, mert mindenfélét játszani. Például akkor megkérdezte, hogy mikor játszottam zenésben utoljára. Mondtam, hogy se a Katonában, se a Bárkában igazán zenés előadások nem nagyon voltak. Miközben én zenei általánosban jártam viszonylag jó hallásomban. Hát én emlékszem, hogy az egyik remek vizsga előadásban, a Kiodzsai Csetepattéban, még ott a főiskolán még zongoráztál is. Ezt lehet, de szerintem akkor csak megtanulgattam valamit rajta, de nem igazán tud. De azért pötyögni tudtam. És az nekem nagyon, nagyon izgalmas volt, hogy itt zenés, tehát egy olyan igazi népszínházat csinálni, mindenfélét csinálni, illetve a legfontosabb az volt, hogy kérdeztem, hogy de kik lesznek, kik jönnek. És akkor mondta, hogy Mészáros Máté és Kovács Patricia negyedéves főiskolásként oda jönnek gyakorlatra. Ez sem gyakori, hogy Pesten főiskolásként negyedévesen nem egy pesti színházba megy valaki gyakorlatra, hanem egy vidéki színházba. Na de nem is ajtónállókat játszottak így, hanem rögtön valahol Európában, ahogy tetszik, mert rögtön Orlandó Rosalinda, tehát nagy jó, jöttek rájuk a súlyok. És jön Béres Attila, aki szintén végzős rendezőhallgató. És ő mondtam, rendezte végzős valahol Európában. És mondtam, hogy ez olyan érdekesnek hangzik, nézzük meg egy ilyen, mit veszítenék vele, persze, jó, akkor leszerződöm ide, legyek itt egy évig. És akkor az úgy jól sikerült, akkor utána végzett az osztály, az elég jó Máté Gábor osztály végzett akkor, és egyszer csak hirtelen Jordán Adél, Gál Kristóf, Vajda Milán leszerződtek, na akkor miért menjek el, hogyha itt még jött három fiatal, akkor nézzük meg ezt. Akkor, mikor újra el akartam menni, akkor jött Ötvös Andris, Ruf Milán, ha akkor jött Radoszláv Milenkovics rendezőként, egy szerb rendező, akit nagyon szerettem, Máté Gábor elkezdett lejárni. Én csináltam ezt a Don Juan visszatér, igen. Vagy a háborúban? Don Juan visszatér a háborúból, igen. Juan, igen, azt láttam. Aztán Máté Gábor elkezdett, miután nagyon sok volt tanítványa, ott volt, ezért Csizmadia Tibornak sikerült rávennie, hogy évente egyet rendezzen. Ott azok is nagyon jó munkák voltak, nagyon felszabadult, nagyon kreatív munkák, és akkor, mikor már végképp el akartam jönni, közben jött Járó Zsuzsi, na, Mészáros Sári, tehát, és amikor már mondtam, hogy na jó, most már ennyi idő után, most már tényleg vissza kéne jönni Pestre, akkor lett az, hogy Zsoltér Sándor is
úgy döntött 2-3 évig, tehát ő is oda szerződött, ő is rendezett, mondtam, azt aztán végképp nem akarom kihagyni, úgyhogy egy nagyon izgalmas, nagyon jó hangulatú, és azt gondolom, hogy nagyon komoly szakmai munka folyt Egerben, bár csak lenne akár ennek a csapatnak valami helye most arra, hogy ezt folytassa, de hát nem olyan világban vagyunk. Én azt gondolom különben, hogy magától értetődőnek kellett volna lennie, hogy amikor onnan Csizmadi Tibor 10 év után eljött, hogy azt, amit ott megcsinált, azt, amit ott bebizonyított, hogy össze tud szedni egy társaságot, és nagyon jól tud válogatni embereket, és nagyon jól tud összepasszintani. Ez nem csak szerencse volt, ez az ő türelmes és nem erőszakos munkája. Szerintem vétek volt nem adni neki valahogyan, valamilyen módon Pesten. Kérdés, hogy ő akart-e vagy nem, ezt nem tudom, mert erről így nem beszélgettünk, de hogy nem volt mód ezt valamilyen formában folytatnia neki, akár velünk, akár másokkal, ez azt gondolom, hogy nagy hiba. Adjuk az utolsó telefont, jó estét! Jó estét kívánok, Kata vagyok, üdvözlöm Önöket szeretettel. Nagyon érdekes volt az eddigi műsor. Nagyon szeretem a nyomtalanul szinkron hangját Eric Close-ként. Mm. Igen, ez jó sokáig. Valamelyik ügető szilveszteren volt szerencsém részt venni, és akkor ő hajtott, ha jól emlékszem, és második lett. De az nem mostanában volt. Nem. Igen. Talán igen. 2010 körül, vagy valahol még így, előbb. Tehát évekkel ezelőtt. Szerintem még előbb volt. Olvastam valahol egy interjút, de. Ami viszont érdekelne, hogy emlékiratokra bukkant az érdekes családfáját kutatva. Lesz abból valami, hogy bemutatásra kerül? És ott elhangzott egy mondat, ami nekem nagyon rokonszenves, mert én is ismerem, hogy össze lehet veszni ugyan, de haraggal. Ne menjünk aludni. Hát persze, ez a feleségemmel, ez egy alapvetés. De ezt valami nagymama, a dédnagymama emlékirataiban is olvasta, ha jól igen. tudom. Na, arról szeretnék még hallani, hogy azokból lesz-e valami publikus dolog azokból lett a akkor... könyvekből, és el is köszönnék további szépen. Köszönjük, viszontállásra, és jár a két hét természetesen. Egy pillanat, egész röviden, lett dédnagypapám, és az orvosi egyetemre járt 1890-es években itt Pesten, és a barátaival a nyári emlékeiket, az egyik barátjának volt írói vénája, és a nyári emlékeket tulajdonképpen olyan, mint egy home videó, leírta, hogy mentek el zülleni Vácra. Aha. És ez nagyon izgalmas dolog, és annak idején Kőrösi Zoli, aki sajnos szintén már nem él a Magyar Rádióban, ő elolvasta, és azt mondta, hogy mehet, és akkor ebből csináltunk egy tulajdonképpen egy, hát ez nem volt ez rádiójáték, felolvastam ezt a három ilyen 1890-es egyetemi élménybeszámolót. És hogy akkor most az van, hogy szabadúszó vagy. Most szabadúszó vagyok, igen. A legújabb bemutató szintén egy Székely Csaba Székely volt. Csaba, így van. Ez Székely a Csaba kutyaharapás. Igen, ami el lehet mondani. Ez egy nagyon groteszk, abszurd műfaj, amit ő csinál. Igen, ez Tarantino első filmjéből, a Kutyaszorítóból készült, de nem annak adaptációja, tulajdonképpen a Csaba annak kapcsán egy önálló darabot írt, és azt ott 10 férfi plusz egy tévéképernyőn Pálmai Anna, 10 tesztoszteron bomba ott játszik egy szerintem elég izgalmas dolgot a szkénében egy részben, tehát szünet nélkül egy óra 40 perc körülbelül az egész, úgyhogy egy nagyon izgalmas dolog, és nagyon Székely Csabás a nyelvezete, főleg, meg hát ez a és nagyon rémuszos, Szikszai Rémusz rendezte, tehát mind a kettőjükhöz nagyon... Nagyon illő. Tervek? Jövés. Tervek? Nem muszáj, hogy legyenek. Hát, de vannak, hát mindenféle terveim vannak. Valahogyan valamit kéne tenni azért, hogy a magyar színházi élet valahogy úgy visszaálljon valami olyan értelmes elfoglaltsággá, mint amit én sokáig tapasztaltam, és mostanában nem annyira. Ezért... ezt eddig még, tehát a feleségemnek sem mondtam egy az egybe még, de valószínű lesz egy ilyen szalonszerű dolog. Én egy elég nagy lakásban lakom a Ferenc körúton, ami nagyon könnyen megközelíthető. Ide születtem annak idején, és most is ott lakunk ketten, feleségemmel, meg egy kutyával, és akkor ott szeretnék egy ilyen viszonylagos rendszerességgel valamiféle ilyen szalonszerűt tartani, ahol értelmes színházi emberek egy kicsit gondolkodnak azon, hogy lehetne ezt vagy egy picit értelmesebben csinálni, mint ahogy most megy, mert nem vagyok túl vidám abból, attól, ami ugye a színházak környékén most történik.
Na, én viszont... Milyen szép végzés. Szép vége. Vidám voltam akkor, és örülök, hogy jöttél. Én köszönöm szépen. Még majd látunk egy bejátszást az iskola határon, ból ez egy tévéfilm volt, tehát azt majd még jól megnézzük. Jól megnézzük Gergővel, de elmondom, hogy mi lesz a jövő héten. Állandó bajaim vannak a dátumokat, de ha ma van szeptember 21-e, akkor jó kitaláltam, hogy szeptember 28-án, szerda este 9-től is lesz Bóta Café. Egy abszolút ismert színész, Székhelyi József lesz a vendégünk. Tudják, ő sokfelé játszott, tag is volt jó néhány helyen, a Madách Színháztól a Nemzetiig, a Szegedi Nemzeti Színházat is vezette egy ideig, és időnként meglehetősen markáns véleménye van a társadalomról, amit úgy jól el is szokott mondani. Tehát akkor Székhelyi Józseffel várom Önöket egy hét múlva, szeptember 28-án, szerda este 9-től a Bóta Caféban. Várom a telefonjaikat, a Skype-jaikat, és persze megint lesznek ajándékszínházjegyeink is, és akkor még egy kis iskola a határon, a viszontlátásra. Schulze már bent is volt. Átvette Bognár tiszt helyettestől a szolgálatot. Megállt az ágysorok végében, háttal a mosdónak, közvetlenül a földön hanyat fekvő Cakó és Medve Gábor mellett. Rá sem nézett a két újoncra. A bajusza mozdult meg. A szájával pedig ezt mondta. Auf die Plätze! Az auf die tagolva és halkan ejtette ki, a plätze szónál pedig a dühös vakkantás után ráfagyott arcára a fintor. A bajusza úgy maradt felhúzva, vizenyős szeme kidüllett. Mindenki rohant az ágya végéhez, és újra a tiszt helyettes felé fordulva megmerevedett. Ezzel kezdődött életünk igazi zűrzavara. A műsor médiapartnere a Népszava.